Sziasztok, Nyári Zölő vagyok, és ez most nem a szokásos Studio One videó lesz. Ugyanis körülbelül 2 hete a PreSonus megjelentette a Studio One 5. verzióját, és arra gondoltam, hogy kigyűjtök nektek pár fontosabb újdonságot. Én bevallom őszintén, hogy az elején egy kicsit szkeptikus voltam az upgrade-del kapcsolatban, mert a marketing az leginkább a pluginek új kinézetére helyezte a hangsúlyt, miközben azért, ahogy beleástam magam a dolgokba, úgy lehetett látni, hogy ennél sokkal fontosabb, bár kevésbé látványos újítások is történtek a Studio One-nal kapcsolatban. Ezek közül igyekeztem párat összeszedni nektek, amiket én fontosnak vagy nagyon jónak ítéltem meg. Először is a szoftver elérhető most már előfizetéses modellben a PreSonus Sphere keretein belül, ahol megkapjátok hozzá az összes add-ont, illetve jár hozzá a Notion is, ami a PreSonusnak a kottázó szoftvere. A másik fontos előrelépés az az, hogy a szoftver 384 kHz-es mintavételezési frekvenciával 64 bites felbontásban tud már dolgozni. A következő tök jó dolog az az, hogy megjelent egy úgynevezett show page, ami az élő előadásokhoz használható. Itt előre legyártott sávokat, de akár VST-ket, különböző plugineket is lehet használni, sőt, amennyire én láttam, úgy be lehet állítani egy komplett setlistet is élő performance esetére. Ami szerintem nagyon hasznos, és ezt nekem elég sokáig másként kellett megoldani, az a score view, ami tulajdonképpen egy egyszerűbb kottázást tesz lehetővé. Aztán egy nagyon fontos újítás, ez a Clip Gain envelope-nak a megjelenése, ami lehetővé teszi azt, hogy direkt módon rajzolgassuk az egyes eventök hangerejét, vagy az eventöken belül a hangerőket, amit ugye meg lehetett korábban oldani úgy, hogy fogtuk az eventet, felszeltük, és akkor ott az egyes régióknak a hangerejét kezdtük el állítani, vagy meg lehetett oldani hangerő automatikával, illetve meg lehetett oldani azzal, hogy a mix tool-t ráhelyeztük a sávra egy insertként, és ott a gain pot métert kezdtük el automatizálni. Na, ezek közül most egyik sem kell, szépen a sávon ott van alapértelmezetként ez a Clip Gain envelope. A gyári pluginek közül 2 dolgot emelnék ki, mert számomra ezek nagyon jónak tűnnek. Az egyik az a Pro EQ, ahol egy linear phase mélyvágó szűrőt kaptunk, ez gyárilag be van építve most már a Pro EQ-ba, ami Pro EQ2 néven fut, illetve a másik az a limiter, ahol eddig ugye egyfajta beállítást lehetett használni, most ezt megnevelték 2-re. Megjelentek úgynevezett aux sávok, amik lehetővé teszik, hogy külső hangszereket vagy külső hangforrásokat csatlakoztassunk a szoftverhez, anélkül, hogy létre kellene hozni egy újabb audio sávot. Ehhez kapcsolódik, hogy most már a program tudja a MIDI timecode-ot és a MIDI machine control-t is, hogy könnyebb legyen összeszinkronizálni a szoftvert, illetve a külső hardvereinket MIDI-n keresztül. Ami szerintem szintén marha jó, az az, hogy megjelentek ilyen mixer színek. Ugye ilyeneket a korábbi verziókban is tudtunk használni, viszont összviszonyit csináltak, hogy bizonyos sávokat eltüntettünk, bizonyos sávokat pedig hagytunk, hogy láthatók legyenek a mixerünkben, viszont a Studio One 5-ben ezek most már menthetők lettek, és ennél fogva visszahívhatók is. Na most ez azt jelenti, hogy nagyon sok paramétert meg lehet adni, és itt a panorámázáson, a hangerőn keresztül, de egészen a különböző insertekig el lehet menteni egy színt, és hogyha nem vagyunk elégedettek azzal, amit csináltunk, akkor visszahívhatjuk a korábban ráhelyezett plugineket a megfelelő beállításokkal. Amit még fontosnak tartok elmondani, hogy szerintem most PreSonusnál az egyik legnagyobb ilyen fegyvertény az most nem is annyira a professionalnél, hanem inkább az artistnál fog kiütközni. Mert hogy itt egy nagyságrendileg 35 000 forintos szoftverről beszélünk. Igen, hiányoznak belőle olyan dolgok, mint a show page, vagy a kottázás, vagy a splitter, a mastering funkció, a multi-instrument. Viszont hozzáadták az MP3-at, tehát most már a szoftver tud kezelni MP3-at. Aztán most már felismeri a remote control appot. Illetve, ami szerintem egy marha fontos kiegészítés, ehhez a verzióhoz, az az, hogy most már a külső gyártók pluginjeit is látni fogja, ami korábban nem volt. Na most ezek, amiket itt az Artistnál felsoroltam, ezek korábban mind-mind fizetős funkciók voltak, és most integrálva lettek, vagyis benne vannak abban a 35 000 forintos árban. Így akinek nem kellnek azok a funkciók, amikkel többet tud nyújtani a Professional, azok relatíve hozzáférhető áron kaphatnak egy szinte teljes értékű szoftvert, amit egyébként, hogyha a PreSonus megtartja a jó szokását, akkor a hangkártyáikhoz például ingyen fognak adni. Amikor legutoljára néztem, akkor még a 30 napos demo az nem volt elérhető, úgyhogy csekkoljátok sűrűn a PreSonusnak az oldalát, hát ha mi hamarabb elérhetővé teszik. Remélem hasznos volt a videó, köszi, hogy megnéztétek. Sziasztok!